A Spari bajnoki a legutóbb elmaradt a havazás miatt, a Balmazújváros pedig a válogatott mérkőzések miatt nem játszik, így a két csapat egy felkészülési meccsen találkozott a városi stadionban. Az első félidőben egy szöglet után Szokolt rántották le a vendégek, amiért büntetőt kapott a Nyíregyháza, Dragoner 11-esét azonban megfogta Szécsi. Az első félidő nem hozott gólt, fordulás után viszont Rezes beadását követően Hornyák fejelt a kapuba, előnyhöz juttatva a Spartakuszt. Bár voltak még helyzetek, több gól nem esett, így a Spari 1-0-ra győzött. A célnak megfelelő volt edzőmérkőzésből, ugye következtetés nyilván csak egy-egy játékos esetében tud levonni az ember, amire kíváncsi, de magát a célját elérte, hogy játékban volt mindenki, mert már rég játszottunk, ugye mérkőzés van, aki már tényleg Törökország óta nem játszott meccset, tehát ez volt a célja a dolognak, illetve az, hogy megnézzünk egy-két olyan dolgot, amit sor kerülhet rá a sérültlések, vagy bármi miatt a bajnoki mérkőzések. A gólszerző Hornyák Marcell egy sérülés után tért vissza. Én most teljesen rendben vagyok. Múlt héten volt egy kis sérülésem, ugye a belső védőnkkel összefejeltünk, aztán így lett egy enyhe agyrázkódásom, de hál' Istennek két nap múlva már semmi bajom nem volt, aztán elkezdtem a mozgást. A labdarúgó klub ma bemutatta a Nyíregyháza Spartakus Bozsik Akadémia új vezetőjét. Kisbaranyi Sándor legfontosabb célja, hogy ne csak labdarúgókat, hanem embereket is neveljenek a gyerekekből, és minél több fiatal játszhasson a Spari felnőtt csapatában. Sajnos a produktivitási táblázaton, legalábbis a kezdeti állapotban az látható, hogy az elmúlt időszakban Nyíregyházán kevés saját nevelésű játékos mutatkozott be a profilabdarúgásban. Ez az egyik legfontosabb célkitűzésünk a jövőre nézve, hogy olyan munkát végezzünk, hogy az itt működő profi csapat, első vagy másodosztályú profi csapat, lehetőleg első osztályú, tudjon produktív, teljesítőképes játékosokat az akadémiáról az első csapatba szerepeltetni. A klubnál elindították a Talent programot, melynek keretében a legtehetségesebb fiatalok minden héten a felnőtt csapat irányítása mellett készülnek. Nagyon jó volt látni, hogy az első csapat stábjával dolgoznak 16, 17, 18, 19 éves gyerekek, meg a kölcsönben lévők, és a többi gyerek, akinek ott volt edzése előtte, utána, ők szó szerint tátott szájjal figyelték, és látszott rajtuk, hogy oda vágynak, sőt az U19-es csapatban volt olyan, akinek ez plusz lökést adott, és azt mondta, hogy csak azért is megmutatom, hogy nekem is ott van a helyem. Tehát ez egy abszolút pozitív lépés, és ez már Sanyi itt létének az első kézzelfogható eredménye. A Spari első csapata a hétvégén Gyulánra utazik, ahol a Szeged 2011 ellen lép pályára az NB2-es bajnokságban.